Sziasztok, szép estét annak, aki már itt van. Szerda este, 7 óra, egy éven keresztül minden szerda este 7-kor jelentkezem itt a Facebook Live-val. Meg is jött Bubu, szia Krisztián, állandó résztvevő, örülök, hogy újra itt vagy. Remélem, majd hamarosan személyesen is találkozunk. Szia Márta, szia Bea, örülök, hogy téged is látlak itt. Szia Henny! No, tehát akkor ugye este 7 a szokásos live egy éven keresztül. Ugye igazából amikor én elkezdtem ezt a live-olást, akkor nekem az volt a vágyam, az volt a célom, hogy egy kicsit betekintést engedjek az embereknek abban, hogy mi zajlik a színfalak mögött. Milyen egy addiktológiai tanácsadó élete, milyen nehézségei vannak, mivel küzd meg. Aztán egy kicsit elmentem egy más irányba, és inkább gyakorlatias tanácsokat, tippeket osztok meg itt, mert mindig hozzátéve, hogy nyilván egy ilyen Facebook Live bejelentkezés nem helyettesítheti a terápiás kezelést, tehát hogy ez nagyon fontos, mert látom egyébként a Facebook kommentek alatt is, hogy a különböző posztjainknál, hogy nagyon komoly kérdések merülnek fel, nagyon mély megosztások vannak, és nagyon pozitív, támogató légkör kezdett el kialakulni. Aminek én nagyon örülök, és ezért nagyon hálás vagyok, de szeretném most is felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy bizonyos esetekben a szakemberrel való találkozás elkerülhetetlen, életmentő. Most is nemrég volt valaki, aki írt valamit egy komment kapcsán, és az érződött, hogy szinte lehet, hogy azonnal orvosi kezelésre van szüksége. Ezt javasoltam is neki. Tehát nagyon fontos, hogy a helyi értékén kezeljük ezeket a live-okat. Tehát ugye én elmentem persze a tanácsadás irányába, és megosztom veletek a tapasztalataimat, azokat a kérdéseket, amikkel itt nagyon gyakran találkozom, de nem elfelejtve, ahogy hangsúlyoztam az előbb, hogy bizonyos esetekben, ami itt elhangzik, az lehet, hogy csak arra elég, hogy elindítson téged vagy a szerettedet egy professzionális segítő irányba. Aztán ugye időnként megosztok személyes dolgokat is abból, hogy valójában milyen az én küzdelmem, hogyan zajlik az én szakmai életutam, de kicsit bátortalan vagyok ebben, nem szeretnék tolakodó lenni, nem szeretném azt, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen reality show-vá alakuljon át. Tehát mindig egy nagy kérdés bennem, hogy milyen témát hozzak, miről beszéljek, mert tényleg néha úgy érzem, hogy olyan jó lenne mélységeiben megmutatni, hogy én mikkel szembesülök, de hát vannak etikai szabályok, vannak titoktartási kötelezettségek, meg nem is biztos, hogy minden a felszínre kerül. Tehát ezért ma egy olyan témát hoztam, ami szerintem nagyon sokakat érint, aki egy nagyon fontos kérdés, hogy tulajdonképpen hogyan is ajánljuk fel a kezelést, mi is a terápia valójában, hogyan érdemes saját magad számára megfogalmazni, hogy mi valójában a terápiás kezelés, hogyan tudod a szerettednek úgy felajánlani a kezelést, hogy a számára vonzó legyen. És az egyik kliensemmel végzett munka kapcsán jött a felszínre ez a kérdés. Az fontos elmondanom, hogy ez a hölgy most már 12-szer volt nálam, és egy szerette kapcsán jött. Ez egy hozzátartozói felkészítő tréning, amilyen tematikusan haladunk lépésről lépésre, abba az irányba, hogy ő végén el tudja érni, hogy a szerette hajlandó legyen kezeltetni magát. Ő tulajdonképpen az online programunkat is használja, ez a megtudommenteni.hu weboldalon érhető el, ami lényegében majdnem ugyanaz tematikusan, nem majdnem, teljesen ugyanaz tematikusan, amit én itt személyesen is végigviszek a klienseimmel, csak ez egy online videósorozat, ugye nem mindenki tud eljönni. Ezt azért mondtam el, hogy ő milyen programon vesz részt, és hogy használja ezt az online programot is, mert én azt feltételeztem, és remélem, hogyha most hallgatod ezt, akkor ezt nem fogod rossz néven venni, hogy te azért az alapokat már tudod. Tehát már érted, hogy mi az a pár legfontosabb dolog, amit nagyon komolyan kell venni, amit nagyon fókuszban kell tartani ahhoz, hogy sikert tudjunk elérni, akkor, amikor valakit bátorítani akarunk a kezelés irányába. És ahogy beszélgettünk, és elhangzott egy kérdés, én egy kicsit megdöbbentem, hogy te jó ég, hát ez annyira alap, ez az egyszer egy, ez az ABC-ja az egésznek, ezt olyan sokszor elmondom, olyan sokszor hangsúlyozom, és hogy mégsem megy át, valószínűleg rosszul mondom, nem mondom elégszer, vagy egyszerűen aki hallgatja, az olyan
érzelmi állapotban van, ami nem biztos, hogy alkalmassá teszi őt arra, hogy mindent befogadjon. Tehát most megint előveszek egy olyan témát, amiről már többször van szó, de most már merem ismételni, és még fogom ismételni, mert azt tapasztaltam, hogy erre nagy szükség van. Konkrétan az volt a kérdés ennek a hölgynek, hogy figyelj Dénes, mit mondjak a fiamnak, hogy tulajdonképpen miről szól a terápia? Miből áll ez az egész? Egyáltalán ott mi történik? Hogy mondjam ezt el neki? Mert hogy ő igazából tart attól, hogy ő szakemberhez menjen, ő megmondta, hogy nem akar szakemberhez menni, tehát akkor mit mondjak neki? És akkor én elővettem a laptopomat, és engedélyt kértem arra, hogy a beszélgetésünk fő mondatait vázlatosan hagy írjam le. Azért, mert ez segíthet nekem is abban, hogy pontosan lássam, hogy mi zajlik benne és a fiában, illetve neki is egy hasznos segítség lehet, és akkor ő is írta magának, én is írtam magamnak a következőket. Megállapít, meghatároztuk azt, hogy ugye a fia azt mondja, hogy én nem vagyok drogos, nem vagyok alkoholista, nem vagyok függő. És éppen ezért nincsen szükségem kezelésre. Ugye, tehát ez ilyen nagyon határozott, markáns kijelentés, se nem alkoholista nem vagyok, se nem drogos, kezelésre meg aztán végképp nincsen szükségem, nekem te ne ajánlgassál semmilyen kezelést. Ugye, ezt nagyon komolyan kell venni, ezt a kijelentést, ugyanis ő, a fia még csak a fontolgatás előtti, vagy a fontolgatási szakaszban van. Nincsen nagyon mély probléma belátása. Érzi, hogy már probléma van, de betegségtudata még nincsen. Terápiának pedig annak van szüksége, aki beteg. Akkor nem biztos, hogy nekünk ezt kell erőltetnünk, hanem azt érdemes megnéznünk, és azt megkérdezni tőle, vagy magadtól, hogy te hogyan definiálod azt az élet szakaszt, vagy azt az élet kihívást, amiben jelenleg vagy. Te, azt bátran mondhatjuk, ha magad miatt vagy itt, akkor egy életkihívással állsz szemben. Ha a gyermeked, férjed, feleséged, édesanyád, édesapád miatt vagy itt, akkor is egy életkihívás van most az életedben. És ugye az a kérdés, hogy ezt az életkihívást te saját magad számára hogyan címkézed? Milyennek a neve? Hogy fogalmazod meg saját magad számára? Az ő fia az biztos, hogy nem úgy fogalmazta meg, hogy drogos vagyok, vagy alkoholista. És ezért elkezdtem kérdezgetni őt, hogy miket szokott mondani a fiad akkor, amikor azt látod rajta, hogy azért úgy gondolkodik, hogy valamit kéne csinálni. És a következőket szedtük össze. Ilyeneket mond a fia. Valami nincs rendben velem. Túl hirtelen vagyok. Érzelmi kitöréseim vannak. És lehet, hogy szükségem van kezelésre. Hoppá, érzitek ezt? Egy pár perccel ezelőtt azt mondja a gyermek, hogy nincs szükségem kezelésre, mert nem vagyok alkoholbeteg, de amikor már arról beszél, hogy valami nincs rendben velem, túl hirtelen vagyok, túl impulzív, egyébként vannak agresszív kitörései, hajlamos időnként esetleg verekedni is a srác, hogy akkor, amikor viszont ezt kimondja, és ezt önmaga mondja ki, és ezzel azonosulni tud, akkor már lehet, hogy szükségem van kezelésre. Elhangzik ez a mondat. És ugye mi ezt akarjuk. Azt akarjuk, hogy ez hangozzon el. De ez csak akkor tud elhangozni, hogyha nem mi akarjuk meghatározni, hogy neked mi a bajod, hanem abban segítünk, hogy te magad fogalmazd ezt meg. És akkor, ahogy én ezeket hallottam, egyből eszembe jutott az, amit gyakorlatilag minden kliensemnek az első alkalommal az állapot felmérés kapcsán, vagy az első konzultáció kapcsán el szoktam mondani. Ez pedig nem más, mint hogy a függőség lényegében egy érzelem szabályozási zavar. A függőknek az a problémájuk, az az életkihívásuk, hogy nem tudnak mit kezdeni az érzelmeikkel. Legyen az akár negatív érzelem, legyen az akár pozitív érzelem. Egyszer túlpörögnek, egyszer alulpörögnek. De ugyanúgy igaz ez a depressziósokra is, ha valaki bipoláris zavarban szenved, pánikbetegekre is ugyanazt elmondhatjuk. Tehát a lényegében a függőség egy érzelem szabályozási zavar. Ezt a megfogalmazást nagyon sok szerhasználati problémával küzdő ember el tudja fogadni.
általában ezzel nem ellenkeznek annyira. Hú, igen, Dénes, tényleg, ebbe igazad van. Elképesztő, hogy milyen hullámvasút az életem. Gyógyszert is kell rászednem, szinte megőrülök. Az egyik pillanatban mindent akarok, mindenkit szeretek, a másik pillanatban meg gyűlölöm az egész világot, önmagamat, és különben is szétved az ideg. Ma volt itt egy fiatal ügyfelem, szerintem olyan 3-4, hát na jó, most volt itt mondjuk 10. alkalommal, és gyakorlatilag azóta is már azt megelőzően egy hónapja nem fogyaszt semmilyen szert. Nagyon keményen dolgozik magán, és arról számolt be, hogy most tegnapi nap során este, amikor le akart feküdni, egyszer csak hirtelen kipattant a szeme, elképesztő szorongás lett túl rá rajta, föl alá mászkált, úgy érezte, hogy ki kell ugrani a bőréből, majdnem megőrül, nagy ürességet érzett magába, és az volt a gondolata, hogy fú, biztos, hogyha most szívnék egy kis spidet, akkor jobban lennék. Na, ettől úgy beparázott, ettől a gondolattól, hogy ő most vissza fog esni, hogy még jobban fölpörgött, még jobban szétesett, viszont nagyon bölcsen megcsinálta azt, hogy kiment a háztömböt, párszor megkerülte, és felhívta az egyik barátját, hogy jöjjön át hozzá, mert hogy most ő meg fog őrülni, ezt nem bírja elviselni. Hát mi ez, ha nem egy nagyon komoly érzelemszabályozási probléma, ami gyakorlatilag ő úgy mondta, hogy egyik pillanatról a másikra csak úgy dur ott volt. Nem is volt igazán előzménye. Aztán persze elkezdtük felfejteni, hogy hogyan alakult a napja, mit csinált az előző napokban, és kiderült, hogy az unalom és a semmittevés érzése volt a legdominánsabb érzelem a nap során, ugyanis reggel lemondták azt a munkát, ahova neki mennie kellett volna, és ott volt egy szabad napja, nem tudott magával mit kezdeni, és ez az unalom érzés este felé így összegyűlt, fölrobbant benne, és ő úgy definiálta, hogy neki sóvárognia kell, és ettől aztán még jobban szétesett. Szerintem ti is saját magatokban, szerettetekben számtalan ilyen és ehhez hasonló példát találhattok, hogy itt lényegében nem az a gond, hogy mennyit iszol, mennyit szívsz, vagy mennyit nem, mit tolsz magadba, hanem azt, hogy egyszer nem tudunk az érzelmeinkkel mit kezdeni. Persze ugye mondhatod át, hogy az, hogy egyébként ez nem csak a függőkre igaz, hanem minden más emberre is, így van. Ez egy alapvető emberi kihívás, feladat, hogy hogyan tudom az érzelmeimet szabályozni. Jó? Tehát függőség, érzelemszabályozási probléma. És amikor ezt mondta, ez az ügyfelem a fiának, vagy amikor ő erről beszélt, akkor már azt nagyon jól el tudta fogadni. Az ellen már nem ellenkezett annyira. Tehát semmiképpen nem érdemes a kezelést úgy felajánlani, hogy neked le kell szoknod. És akkor értette ez a hölgy, de azért úgy nagyon akart valami konkrét dolgot, hogy Dénes, oké, jó, de akkor mit mondjak, hogy mi történik itt? Beszélgetsz vele? Agymosás? Vagy hát mégis, mi az, ami itt történik? Hogy zajlik ez egész? Mit mondjak neki? És akkor én elkezdtem így brainstormingolni, hogy hát vajon hogy lehet ezt jól megfogalmazni? Hát mondtam neki, hogy egyébként mondhatod azt is, hogy egy érzelemszabályozási tréningen lenne célszerű részt venned. Vagy egy coachingra tudsz elmenni. Vagy elmehetsz egy tanácsadásra. Hát azt mondja, ezek nem jó. Mondom, akkor legyen konzultáció. Na, az jó, a konzultáció az jó. Mert ugye ő kereste az, hogy mi lehet az, amire a fia legkevésbé fog ellenállással reagálni, és ő a konzultáció kifejezést találta meg maga számára. Ugye a szakmánkban van olyan részterület, vagy vannak olyan szakemberek, akiket úgy hívnak, hogy addiktológiai konzulens, vagy addiktológiai konzultás, tehát teljesen helyén való a terápia szónak a mellőzése. Nyilván bizonyos helyzetekben ténylegesen terápia történik, de nem érdemes ezt erőltetni. Sokkal inkább az érzelmekre fontos rámenni. És de miért ágálnak függők annyira az ellen, hogy belássák, hogy nekik szerhasználati problémáik van? De ennek számtalan oka van, alapvetően egy énvédő mechanizmus van a háttérben, de nincs igazából rálátásuk. Nem nagyon tudják megfogalmazni, hogy mi az, ami történik velük, nem szeretnék magukat címkézni,
mert egyébként ezt a környezettől amúgy is megkapják, úgyhogy akarod gyenge vagy, tönkre teszel mindent. Viszont nagyon őszintén fel tudják vállalni és szembe tudnak nézni azzal, hogy komoly érzelem szabályozási problémái vannak. És itt valaki írja, hogy rehab, már a szót is szeretem. Igen, ugye ez a másik egészen rémisztő kifejezés, a rehab. El kell menned, fiam, rehabra. Na hát ez egy másik szitok szó. Tehát ahhoz, hogy valakinél elérjük, hogy elmenjen rehabra, vagy valaki elmenjen pszichoterápiára, vagy befeküdjön elvonóra, az minden esetben meg fogja előzni egy szakorvosi vizsgálat, vagy egy állapotfelmérés, vagy egy konzultáció. Tehát neked ne az legyen a célod, vagy saját magad ne úgy gondolja arra, hogy tehát most, ha neked kezelésre kell menned, akkor az egy egyből elköteleződés, hanem először érdemes a kaotikus érzelmi világoddal, a kételyeiddel, félelmeiddel megkeresni egy szakembert, és egyáltalán megnézni azt, hogy az a szakember, akivel leülsz beszélgetni, vagy akivel a szeretted leül beszélgetni, az rád tud-e hangolódni, megérti-e azt, hogy mi a te problémád. Érzed-e azt, hogy úgy állsz fel a végén, hogy az az érzelmi árvíz, ami elöntötte az agyadat, az úgy leereszkedik, úgy lehűlsz, megnyugszol. Vagy éppen lehet, hogy valamilyen olyan heves érzelmi reakciót élsz meg, ami szintén a változás irányába tol el. Tehát nagyon fontos, hogy az első lépés az mindig így tekintendő, és nem kell nagyon markánsan egy hosszú távú terápiában gondolkodni. Sokszor látom azt, hogy elképesztő szorongást, bizonytalanságot tud szülni az, amikor valaki 4-5 lépéssel előre gondolkodik. Egyébként felépülőben lévő ügyfeleim is. Ma volt egy telefonbeszélgetés egy ügyfelemmel, részleteket nem mondhatok el. Ő azért toporog egy helyben, és azért nem mer egy problémával szembenézni, de tényleg face to face, tehát oda menni ahhoz az emberhez, akivel a problémája van, mert hogy nem tudja eldönteni, hogy mi lenne a helyes megoldás. Hogy mi lenne az, ami kellene csinálni, hogy mi kell, hogy majd a kimenetel legyen. És mondtam neki, most nem ezzel kell foglalkozni, hanem ugye te egy ideje már menekülsz az elől, hogy szembenézz a problémával, konkrétan azzal az emberrel, most semmi más dolgod nincs, mint hogy vele leülni, beszélgetni, megosztani érzéseket, gondolatokat, és ez ma segíteni fog abban, hogy jól tudj dönteni. És akkor jön vissza a kérdés, de Dénes, most akkor mi legyen majd? És akkor megint el kellett mondanom. És megint visszatérni. És sokszor látom ezt, hogy olyan intenzíven áramolnak a gondolataink, az érzéseink bennünk, hogy nagyon nehéz, vagy sokszor sokak számára egy kihívás ebben rendet vágni, és azt mondani, hogy megyek egy irányba, és akkor meghatározom, hogy mi az a következő lépés, és addig nem megyek tovább. Egyébként ez a hozzá tartozó is az általam tanított módszerek között ide-oda ugrált azért időnként. Nem biztos, hogy mindig a megfelelő időben kínálta fel a kezelést, és ezért is váltott ki ellenállást. Tehát nagyon fontos, hogy a saját magunkkal szemben, a szeretteinkkel szemben, amikor segíteni akarunk nekik, nagyon tervezetten, céltudatosan tegyük. És bizony, ez többszöri nekifutást fog igényelni. De igazából most azt a fő gondolatot hoztam nektek mára, és szerintem ezzel be is fejezném, mert nem terveztem ezt a mai estét túl hosszúra, mert egy elég kemény nap van mögöttem, hogy nem terápia, nem leszokás, nem függőség, hanem érzelemszabályozási zavar. Nehezen tudsz megbirkózni az érzelmeiddel. Nehezen tudok megbirkózni az érzéseimmel, az érzelmeimmel. És hogyha külső szakember segítségét szeretném igénybe venni, mert úgy érzem, hogy lehet, hogy valamire szükségem van, akkor, ahogy a múltkori live-on elmondtam, ne egy lehetőségben gondolkozz, hanem minimum háromba. Válasz ki 3 lehetséges opciót, hogy hogyan fogod ezt megoldani, és aközül válasz. És ugyanezt kínált fel a szerettednek is.
érzelemszabályozási nehézségeid vannak, nézd, ezeket és ezeket találtam, de nagyon konkrétan, név szerint, telefonszámmal. Tehát nem, volt egy másik telefon is. A minap egy hölgy hívott fel, hogy szeretne egy fiatal lánya párjának segíteni, akinek kokain problémái vannak, meg alkohol, és kérdeztem, hogy hogy próbálta a párját rávenni arra, hogy menjen el és kérjen segítséget. És a hölgy elmondta őszintén, mondtam neki, hogy neked kezelésre van szükséged, el kell menned terápiára. Jó, mondom, de konkrétan mit mondtál neki, hogy mondtad? Hát az, hogy el kell menni kezelésre, kezelésre van szükséged. De mondom, mondtál neki valami konkrétumot? Valami nagyon egyértelmű dolgot, hogy hova menjen, kihez menjen? Nem, azt nem mondtam. És akkor kértem őt, hogy menjen, üljön az internet elé, és keressen három opciót. De nem úgy, csak hogy azt mond neki, hogy figyelj, az egyik lehetőség szerintem, hogy elmész az onnan alkoholistákhoz, hanem azt mondom, hogy Pécset minden szerdán este 6-kor a család segítőben van a gyűlés. Budapesten van egy nagyon jó pszichiáter, így és így hívják, ez a telefonszáma. Nyilván haza beszéltem, harmadiknak mondtam, ott van Dudis Dénes, nézd meg az interneten a YouTube videóit, itt és itt tudod megnézni, minden szerdán este bejelentkezik, illetve vissza tudod nézni a korábbi anyagait. Tehát, hogy ennyire konkrétan kell felajánlani. Ha elkezdenéd felvenni a párbeszédeidet munkahelyen, diktafonra, vagy mobiloddal, otthon, a baráti összejöveteleken, és amikor problémákról van szó, vagy kihívásokról, akkor figyeld meg, hallgass vissza, egyébként tényleg csináld meg, csak ne titokban mondd el a másiknak is, hogy felveszed, hogy mennyire vagy benne konkrét, vagy mennyire vagy benne általános. És nekem az a gyanúm, hogy nagyon sokszor általánosságban fogalmazol. Általában az emberek szeretnek általánosságban beszélni. Tudod, elegem van abból, hogy mindenki hülye körülöttem. Elegem van abból, hogy engem mindenki kihasznál. A főnököm állandóan mindenféle idióta dologgal fáraszt. Ezek az általánosságok. Mi lenne, hogyha nagyon konkrét és teljesen egyértelmű szituációt ragadnál ki? Múlt hét szerdán akkor, amikor a nagybátyám nálunk volt, és nagyon igazságtalan volt a gyereknevelési téma kapcsán, amikor ezt és ezt mondta. Ha ennyire konkrétan ráfókuszálsz egy adott problémádra, sokkal hatékonyabban fogod tudni azt megoldani, mint hogyha csak általánosságban beszélsz. És hát bizony, amikor az emberek a szeretteiket próbálják motiválni, vagy saját magukat, akkor hajlamosak az ilyen nagyívű általánosságokra. Ahogy mondtam, az emberek általában szeretnek általánosságokban beszélni. Konkrétumok. És a konkrétumokat még érdemes, még apróbb elemekre visszabontani. Jó? És akkor fogod megtalálni azokat a nüanszokat, ami segít abban, hogy úgy fogalmaz, hogy a másik arra befogadó legyen, azt a másik értse. Hát ezeket a gondolatokat hoztam nektek ma estére. Ez egy hosszú nap volt, nem készültem hosszabb dologgal. De elég sokan voltak ma betáblázva hozzám. Volt, aki nem jött el, volt, aki ma ismertem meg először, és egészen fantasztikus, izgalmas, érdekes emberekkel találkoztam. Megmondom őszintén, és akkor ez egy ilyen műhely titok, hogy amikor valaki nem jött el, akkor jó volt egy kicsit pihenni, jó volt egy kicsit elővenni egy könyvet és olvasgatni, inspirálódni. Én azt vettem észre magamon, hogy nagyon sokat segít nekem a tanácsadói munkában, hogyha mindenféle impulzussal bombázom az agyamat, tehát nagyon sokféle területtel, szakmai határterülettel foglalkozom. Azért, hogy minél árnyaltabban, minél többféleképpen tudjak gondolkodni, vagy tudjak viszonyulni emberekhez. Ugye nekünk a szakmánkban nagyon fontos, hogy annyiféle ember jön be ide, annyiféle univerzummal találkozom itt, hogy nagyon fontos, hogy mindenkire rá tudjak kapcsolódni valahogy, mindenkivel tudjak egyfajta kötődési élményt kialakítani.
és ehhez arra van szükségem, hogy minél több impulzussal bombázzam magam. És akkor most éppen ezért elkezdtem én is nézni a Trónok harca című sorozatot, mert mindenki mondta, hogy hát ez most ez egy ilyen nagyon menő sorozat, most volt az utolsó évad, és hát hogy ezt meg kell nézni. Akkor én is elkezdtem nézni, és hát megmondom őszintén, viszonylag hamar abba, megnéztem két évadot, akkor ott a két nap alatt letoltam, és aztán végül most abba hagyom ezt a sorozatot, mert annyira tömény, annyira tele van pakolva mély lélektani pszichológiai elemekkel, hogy egy kicsit megcsömörlöttem tőle, és hát tegnap este is néztem, és ezért egy kicsit fáradt vagyok, mert úgy túl van tárazva az agyam. Miért mondtam el ezeket? Hát azért, mert az elején azt mondtam, hogy ez a live, ez a, igazából úgy indult, hogy nekem az lett volna a célom, hogy egy kicsit betekintést engedjek az embereknek, hogy milyen egy addiktológiai szakember munkája. Legalábbis az én munkám ilyen, egy ilyen állandóan keresgélő, állandóan kutakodó üzemmód, csak azért, hogy minél jobban tudjak kapcsolódni másokkal. És hát Dénes, te soha nem sokalsz be? De néha elsül az agyam, de szoktam besokalni, túlpörög az agyam, érzelmileg túltolom, és akkor azt érzem, hogy kezdek úgy kisülni. Azt érzem, hogy leizzadok, remeg a kezem, ég a szemem, de tudok ilyet csinálni, és akkor utána tartok egy kis szünetet. Viszont, és azért köszönöm ezt a kérdést, ezeket az állapotaimat nem drámázom túl, hanem úgy gondolom, hogy ez a habitusom és a természetem része. Nem csinálok ebből egyfajta katasztrófát, nem gondolom úgy, hogy most akkor én nekem azonnal ennek ilyen súlyos következményei lesznek, mert ezt tapasztalom ügyfeleimen, hogy bizonyos érzelmek kapcsán a címkézés az néha félreviszi őket. No, én köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a figyelmet, lájkoljátok ezt a live-ot úgy, ahogy mindig teszitek, osszátok meg, hogy minél több emberhez eljusson. Igen, Zsolt, lassan siess, ez a nagy mondás, ugye, siess, de azért lassan, törekszem erre. És akkor jövő héten szerdán újra fogunk találkozni. Addig is, ugye említettem ezt a Meg tudom menteni programot, hogyha valakit ez érdekel, akkor érdemes megnézni a megtudommenteni.hu alatt. És még egyszer köszönöm azoknak, akik a különböző posztjaink kapcsán intenzíven hozzászóltok, kérdeztek és támogatjátok egymást. Egészen fantasztikus közösség kezd kialakulni, és még egyszer azt is hagyd kérjem, hogy segítsétek egymást abban, hogy bizonyos helyzetekben szakorvoshoz kell fordulni, szakemberhez kell fordulni, tehát ez a platform, ez nem a terápiának a helye, hanem igazából a változás készíti elő. Pont, befejeztem. Nagy levegő, sziasztok, szép estét mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok.